Az egy hétig tartó ünnepséget a 18. Vajdasági Magyar Drámaíró Verseny nyitják meg. A hagyományokhoz híven a szerzők az aznapi magyar szóból húzott címre drámát írnak néhány óra alatt. A rendezők pedig 24 óra alatt színpadra viszik csapataikkal a darabot. Az idén a 30 évnél fiatalabbak kapnak lehetőséget a bemutatkozásra, hiszen 2019-ben Újvidék Európa Ifjúsági Fővárosa. Az elkészült műveket Hernyák György, Varga Tamás és Olá Tamás Véleményezi. A három szerzőnk, Kocsisárpi, Fehér Miklós és Szalai Bence, mind a hárman fiatal szerzők, akit még egyik sem írt rendes drámai művet, úgyhogy most elő, első alkalmuk. És ugyanígy a, is, a rendezőket is ennek alapján kerestük, ezért a frissen végzett Taramánics, a frissen végzett Deli Szófia Romániából és Ritz Szármén, aki ugyan nem annyira frissen végzett, de még igencsak fiatal, és tulajdonképpen a rendezői debütje az most nyáron volt a Tanya Színház előadásával, amit közösen rendeztek Berta Csongorra. A drámaíró verseny előtt mutatják be dr. Antal Szilárd a Rejtett Város című könyvét, és megnyitják az író fotókiállítását is. Az Újvidéki Színház ugye a 45 év során igazából elérte azt, hogy egyfelől Újvidék város kulturális és művészeti kínálatának egy nagyon fontos szegmensévé vált. Kettő. Úgy gondolom, hogy az Újvidéki Színház a Vajdasági Magyar Színházi Produktumnak egy igen jelentős intézménye, ráadásul egy olyan intézmény, amelyik azt hiszem, hogy a Vajdasági Magyar a színművészet vonatkozásából, hát most már mondhatnánk azt is, hogy történelmi teljesítménnyel, történelmi jelentőséggel bír. A születésnapi hét minden napján előadást nézhetnek meg a színház kedvelők. A többi között az úr nevében az Osztrigás Mici és a Lilium című előadást is. Az ünneplést a Tanya Színház Mész című darabja és a Baksis Bent koncertje zárja.